A csácsú, mi csőtészt a csokoládé és traktorkerék jelentkezik a következő a show újlak részsel, és rengeteget írtatok, hogy mégis hogy kellene csinálni, a leginkább arra szavaztatok, hogy éjszaka nyomjuk ezerrel a fönnmunkát, nappal meg csináljuk a fakitermelést, úgyhogy valószínűleg úgy lesz, és valószínűleg emiatt egy nagy teretesen hosszú résszel fogunk jönni. Várjatok, először is, még mielőtt ez nekiállnék, gyerekek, hát meg kell néznem, hogy esetleg még nincsen izéink. Nincsenek olyan dolgaink minden, amit kellene nekem, more gyerekek, ha várjatok egy pillanatra. Hát tudjátok, hogy mi nincsen. Várja, erdészeti eszközök hol van? Van-e olyan nekünk? Ezt a pótkocsit meg kell venni 30 ezerért, úgyhogy annyit még így marha gyorsan ki kell termelni. Úgyhogy srácok... Várjatok, a kombájnokban nézzük meg, hogy van-e. Jó, nyugodjál meg, ne legyél bolond. Kell venni a kombájnokat kiüríteni, és... Akkor tudok csak nekiállni majd, hogyha veszünk 30 ezerért egy olyan csoda dolgot. Igen. Jól van. Egyébként ez a lemenő nap sugara, ez annyira bejön nekem, hogy az hihetetlen. Hú, ma is egy csomó mindenről kellene beszélni, de még nem tudom, hogy miről. Spontán jönnek a dolgok. Hát tiszta sárgaság van, gyerekek. Vagy az én szemem meg van sárgulva. Nehogy jöjjön valami baza, mint a live-ba, amit nyomtunk a izi bundiékkal, mert a vonat elvisz minket. Jó, itt is azért keményen eldurrantana a vonat. Mi? Gyerekek, megyünk gyorsan a földre, meg valószínűleg még arattunk kell, mert lesz a 30 ezer? Nem tudom, 20 óra van, gyerekek. Gyorsan. Hát milyen jól néz ki ez a pautkocsi. Tényleg csapom neki, mint az őrült, gyerekek. Csapom neki, várjál, hol tudok lemenni az útra. Itt én kitaláltam ezt a rövidítést, mi? Kell gyerekek a lóvé. Maximum összehámszterezem, vagy valamit csinálunk. Egy gyerekek ide áthozhatnám, ezen a kis földön egy kambaj ne pörögne, nem? Várjatok, gyerekek, menjünk ki. Várjál, vonat, nem gyűne vonat. Itt kell mindig figyelgetni a vonatot ebben a játékban, borzalom. Nem baj, add hozzá a mávos szerelvény, az Intercity, az ad hozzá. Mert ugye valamelyik részen megy. Hogy is hívja akkor? Tehervonat megy, valamelyik részen meg nem tehervonat megy. Na, ennek a izének reggel nekiállunk, gyerekek. Reggelre össze kell kapni a lóvét. Gyerekek, várjatok, átülök a kambányba. 50%-ig van, hát annyit talán össze tudok kubikolni, hogy meglegyen a pótkocsi. Ja, meg írtátok, hogy jó lesz az autótraktor, most csak annyi, hogy ne legyen folytos a föld, meg még ráadásul jól állítson be az irányt, mert még a vetésnél is a csávó az jól akarta, mert nem jó volt megadva, hogy melyik oldalon menjen a melyik oldalra forduljon, és azért akart megfordulni a csávó, és akkor úgy akart törögni körbe. Úgyhogy nem lesz ez rossz, gyerekek. Érzem én. De gyorsan most el kell adni búzát, hogy legyen nekünk izék. Ott meg össze-vissza van, tudom, már izé vedve az a föld, de majd még dolgozunk rá, gyerekek. De most fontosabb dolgok vannak, most neki akarok állni az erdészetnek, kicsit felpörgünk. Ja, és írtátok, hogy nincs, hogy pénzt kéne megtermelnem, de az erdészetből is tudok pénzt termelni, ember. Szakála volt Kendőr, de hol tudom eladni a fát? Ja, izé, mávnál azt is el tudom adni, úgyhogy az is frankó lenne. Jó, na gyorsan már, ürítsed, more. Nem nagyon biztok abban, hogy meg lesz itt az 1 milliárd euró, gyerekek. Hát micsoda dolog ez? Hát micsoda izé, micsoda dolog ez, gyerekek? Hát ne ürítsetek meg. Ott meg még van egy kis izé... búza. Jó, ott rohad meg szerintem, az rajt is rohadhat. Tényleg az időjárás nem figyelem, az időjárás jelentés. Lehet, hogy majd nem fogok tudni dolgozni a földön. Azért az időjárás még kicsesznek velünk, az még hiányozna, nem? Na. Hát ezért nem fogunk nagyon meggazdagodni, gyerekek. Ezért nem fogunk nagyon meggazdagodni. Át kellene valahova vinni, de várjatok, melyik földek? Álljál meg, nézzük meg a földeket, nézzük meg. Na, hát merre vannak? Ja nem, itt, Iberiné vannak a földek. Itt a hóesés lesz, gyerekek, kedden, ne viccelj. Ma van, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedden, hóesés, arra figyeljünk, bore. Mert akkor mit lehet csinálni? Semmit. Ez mi? A sertést azt másfélszeres áron mennének, 1,7-szeres áron, de jó lenne. Hát ki az az áron, nem igaz? Azt kérdezitek. Várj, a betakarításra kész, milyen földek vannak itt, gyerekek? Itt van egy ilyen kis kunkori, ez micsoda? Nézzük már meg. Kukorica. De a kukoricával nem tudunk mit kezdeni, ez a probléma. Ez a probléma, gyerekek, várjál. Árpa van itt valahol. Van itt valahol árpa. Betakarításra kész, azt nézem ám, gyerekek, hol van. Kukorica van, minden kukorica van. Amik még rajt vannak, ugye ezek a pici földekkel nem akarok tökörészni, várja. Ide át tudnám vinni árpa föld, 2 darab van itt.
Megnézzük, gyerekek, megnézzük azt, jó? Hát akkor megyek is már az árpaföldre, ráteszem ezt a kombányt. Várj, itt valahol át is tudok menni, nem? Hol ez az árpaföld? Még sokkal odébb? Nem tudom, már várjál. Ránézek a térképre. Nem erre van, tesó. Erre van. Ott van, pont szembe. Ott szembe. Nem is kicsi, gyerekek. Jaj, átmegyek a kukoricán. Nem érdekel. Hát micsoda izék van. Erre nem is jártam már megint. Gyerekek. Vannak itt dolgok. Vannak itt dolgok, amit... Oda nézd, mekkora fenyves. Barátom. Ó, itt az árpaföld közel, gyerekek. Ide ráteszek egy-két kombányt. Közben dolgozzanak. Még hogy megtelenek meg minden, az se baj. Oda nézd, micsoda jó erdő. Oda néz, testvérem, milyen jó erdő. Jaj, gyerek. Na jó van, akkor jöjjenek a kombányok, jó? Jöjjenek a kombányok, aztán arassák az erdőt. Az erdőt? Az erdőt arassák, képő? Mirübászíz? A mirübászíz? Volt egy izé, volt a csöztotlá egy csaj. Kicsit ilyen kis bolondos fajta volt, azt mindig azt mondta, hogy mirübászíz? Ez milyen főnid, várjál? Nem jó fele indultam, de mi ez? Várjál meg, more, meg... Nem, jó fele indultam, testvérem. De itt van egy ki... Figyelj, itt is egy föld, gyerek. Hát ne viccelj. Ez mi ez? Várja, mi ez? Állj, állj! Stoj! Stoj! Búza. Akkor itt megmenjen a búza, gyerekek. Ne viccelj. Van itt minden. Van itt minden, mint a bucsóban. Elég kicsi ez a föld. Ezt az F1-et hadd tüntesse bele, mert megőrjük. Na várjatok, gyerekek. Jó lesz számít minden. Figyeljetek meg, Keeper rá fog itt izgulni a dolgokra. Nyomunk egy kanyárt, nem tudom miért erre fordultam, és akkor itt még mehet ez is. Ó, gyerekek, hát vannak itt földek, te! A másik az úgy, de távol megy, gyerekek. Jó, hát ez a pici földre kellett volna ráküldeni az összeset, nem? Ja. Ó, mindegy. Jó van, csinálja csak. De mi az, meg át? Nem, jó, az megy. Árpa, búza. A búzának, a búza az jobbi. Jó van, gyerekek, még nincsen éjszaka. Ráküldöm itt, azt jól van. Nem tud elfordulni. Jó, majd elfordul, gyerekek. Na, itt akkor, kicsit akkor rendbe kéne kapni a dolgokat. Szerintem itt a búza táblára. Ó, gyerekek. Oda viszem a pótkocsit, mert ott biztos, hogy kölleni fogunk. Hogy tudok ott elmenni? Ott már lehet, hogy az aszfaltos úton érdemesebb menni, nem? Ott megy a vonat, testvérem. Itt már lehet az aszfaltos úton kellene közlekednem, nem? Gyerekek, hol van a máftelep, bazza, meg vagyok keveredőve. Jaj, várj, belepörgettem a videóba véletlenül. Na. Itt van a sín. Hú, bazza, na egy... Jaj, more, várjál. A máftelep, a, igen, itt, ez most mi ez, híd? Szembe az mi, aszfaltos út? Álljál meg. Vagy folyó, már... Meg vagyok zavarodva, gyerekek. Itt várja, nem? Várja. Hadd gondolkozzon a keeperben. Ez izé, ez mi? Folyó ez? Vagy mi van itt, gyerekek? Várja, ott átmész. Hát nem tudom. Azok folyó akar lenni. Aha. Hát itt marhára nincs egy büdös úgyse. És megint pörget az időbe a keeper véletlenül. Na, meg vagy keveredve keeper, kicsit. Jó. Oké, ezt el kellene vinni a máftelepre, vagy valami csoda, vagy megvárjuk ezeket a kombányokat? Lehet, hogy meg kéne várni akkor már. Igen, az árpa az hamar meg fog telleni, úgyhogy azt egy kicsit elcsesztem. Rá kellett volna rakni ide minden egyit. Ja, itt van a sertéstelep, vagy micsoda, nem? Álljál meg, Sanyi. A máv az velem pont marhára szembe van, de hogy fogok eljutni oda? Ó, barátaim az úrba, de várj, ott van egy fődesút. Ja, ott a földes utam. Jaj, hát hiszen tudom, hol vagyok. Meg vagyok keveredve, gyerekek. Hát ott a földes utam. Jó lesz ez. Megy a vonat, tessék. Ott megy az Intercity. Na nézzük a búza, hogy van. Úgyis búza van rajtuk, gyerekek. Akkor azért kéne, platóra kéne engedni a búzát. De hát, de nem a platóra. Tele engedjük. És hogyha megvan a 30 ezer, akkor a kombányok le lesznek szarva, gyerekek. Hanem akkor, hát mondjuk nem. Mert vetni kellene. Csak már megint eratunk, más se csinálunk, mi? Jó, figyeljetek, hazalények, hajnalra én oda készítek mindent, és hajnalba kukorékol a kokas, megyünk a fájér az erdőbe, jó? Oké, az lesz a szituáció. Ja, ott van a kis erdőnk, nagyon jó. Azt levágjuk, mint a szart. Mennyi a stílfűrész? Stílfűrészt azt megveszem. Az kigyűnt talán. Láncfűrész nem modultam be, gyerekek, hát... De mi az, hogy nincs ez stíle? Jó, hát akkor a 20 várna lesz, gyerekek.
Jó, akkor a 20 várdával veretjük. Jó, oké. Kombányokat megvárjuk. Hát igen, az árpás kombány az már megtelett, ott jobban adja. Nem baj gyerekek, ez van. De ott fog pihengetni addig, az kész. Kicsit itt megfordulok. Kapcsoljunk egy világítást, testvéreim. 1, 2, 3. Hátrafele is lássuk. Jól lesz ez, jó lesz ez gyerekek. Hány százalékon vagytok, barátaim? Hát én leürítem őket, azt nem hiszem, hátra megvan a 30 ezer gyerekek. Leürítem őket, azt hadd menjenek körbe karikába. Egyébként ezt a földet szerintem le is durratják. Jó, az árpás kombány az fullos. Árpás kombány fullos lett. Sajnos. Jó van. Meddig? Jó. Rakjál még ide is. Rakjál. Most a izé a live-ok miatt egyébként rám jött ez a ügyeduba. Bocsánatot kérek érte. Nem akarok itt izéli. Nagyon el... Nem akarom elcsöszni nagyon itt a hangulatot, de valahogy rám jött most ez a duma. Egyébként azt elmondom nektek, hogy... Ja... nem tudom, lehet, hogy sokan azt mondjátok, hogy ilyen izé, hogy a, ugye a live-ba, nem is tudom, mit is. Kalányos Ricardo-t alakítottam, hogy én mit tudom, én ilyen fajgyűlölő, meg olyan fajgyűlölő vagyok. ne figyelj, én nem hiszem el, hogy nem... Hallod? Ne, ürítsed már oda rá, nem... Te mit szemel, tesó vagy, nem fölötte vagyok. Most komolyan mondom már. Na végre. Ja, egyébként én egy olyan faluba jártam, suliba, ahol baromi sok, roma származású volt. És tudom én, az általános iskolás éveimet, az rengeteg olyan, rengeteg roma osztálytársam volt, meg ilyesmi. És hát megmondom, most ez bunkóság, nem bunkóság, én kicsit olyan szinten úgy vagyok velük, mint a kínaiakkal, most ez... De ez nem rasszizmus gyerekek, hát most azért, mert elmondja valaki így a véleményét, és nem mit tudom bántó, az szerintem nem rasszizmus. Na figyelj, azt akartam mondani, hogy igen, úgy voltam velük, hogy bazen néha keverem őket, mit tudom mi, hasonlóak azért. Az ember az máshogy ítéli meg szerintem az ilyet, vagy máshogy látja, és a mai napig én ugyanott dolgozok, mint ahova általános suliba jártam, mármint ugyanarra a településen. És megmondom nektek, hogy szoknak jött tüzéni utcán meglátni, és név szerint mondják, hogy szia Attila, hello! Szevasz Attila, mi újság? Rég láttalak! És bazza, én fogalmam sincs, hogy kik azok, tesó. Most ezt halál komolyan mondom, Muri. Hát a... És izé, és megmondom Frankot, semmi problémám velük nincsen. Nem, mit tudom én, nem... Se nem agresszívak, se nem... Mit tudom, nem kötekednek, nem... Nem beszélnek bántóan. Most figyeljetek, én mindenkihez úgy állok hozzá, én arra rájöttem, hogy igazából úgy kell hozzáállni az emberekhez, gyerekek, ahogy ők állnak hozzá. Én végtelenül kedves és normális tudok lenni egyébként. Ó, jön a vonat, átsiklunk előtte, gyerekek. Jaj. Végtelenül normális vagyok, itt YouTube-on is például a kommentelőknek, én nagyon szívesen válaszolok, meg elolvasom a kommenteket. De amikor most lehet az akárki, hogyha rossz indulatú, az nem izétől függ, nem bőrszintől függ. Ha rossz indulatú, akkor nagyon nem. Én a rossz indulatú embereket, azokat nagyon nem tudom csípni. De tényleg, az nem, hogy nem csak hogy velem, hogyha valaki rossz indulatú, hanem azt látom, hogy mással bunkó. Egyébként ebből volt egy hatalmas balhém, ezt nem tudom beséltene. Gyerekek, hát ez komolyan mondom. Na, ahol én lakok, amellett van egy olyan falu, ahol rengeteg olyan sötét bőrű van. És volt egyszer egy kocsmába voltunk, ott, abba a faluba, egy haverommal. Jaj, nincs meg még a 30 ezer gyerekek. Egy haverommal, és biliárdoztunk, de hát körülbelül ugye a kocsmának sokan voltak, nagyon sokan. Akkor ilyen kis 20 éves süttyú gyerek lehettem körülbelül. És a kocsmának ugye 90% az roma származású volt. De voltak a kocsmában szerintem egy 30-an biztos. Mármint mindenki. Sokan, rengetegen voltak. És ott biliárdoztunk, és az egyik csávó azt mondta a haveromnak, hogy te kocsok. És
És meg így izélte, tudjátok, az a így cikizte, meg izé, hogy jaj, de köcsög vagy, ilyen köcsög vagy, meg olyan köcsög vagy. Aztán ennek erre én feldűltem, kimentem, kínált a kocsija, letörtem róla a visszapillantót, vagy nem a visszapillantót, a minek nevezik azt? Ablaktörlőket. Ott állt közvetlen a kocsma előtt, és igazából ő volt, aki ez egy kötekedett, meg beszólt, az ilyen vajdaszerű volt már ott azon a településen. Hát gyerekek, volt baj. Volt baj, az egyik meglátta, hogy én mit csináltam. Szólt egyből mindenkinek. Az egész kocsma kijött. Hát az egész kocsma az azt jelenti, hogy gyerekek, ez elég érdekes ez a szituáció, itt nem nagyon esünk le nagyot. Jaj, az ifat, gyerekek, összetörem az ifat, vare. Jaj, lökharító nem ér le, jó van. Na, hát kijött az összes. Azt tudom, én akkora sallert kaptam, gyerekek, hogy beestem az árokba. De nem tudom. Tudtam, hogy balhé lesz, vagy éreztem meg, hát persze tudta az ember. De valahogy úgy voltam vele, hogy jaj, haveromnak ne legyen már ilyen izé. És tényleg azért, mert ilyen, nem is az, hogy ilyen tök rossz indulatú dolog volt, és ezt én úgy merre tudtam szívni, hogy ez hihetetlen. Ez volt ez a probléma. Hát azóta utána mindig találkoztam az a sráccal, mert srác volt igazából, akinek letördeltem, az mindig volt a balhévele. De azért most már megbékéltük, már így el vagyunk, ha szoktam találkozni vele. Hát jó, az én hülyeségem is volt, de őnek is az izéje volt. De ez megtörténhetett volna, most ezt nem azért emleltem ki, mert roma származású volt, hanem azért, mert rossz indulatú volt, és ez lehetett volna akármi, mit tudom én, lehetett volna nem roma is. Ja, igazából tényleg úgy kell az emberekhez szerintem hozzáállni, ahogy te hozzád állnak hozzá. Ezt jó megmondtam, mi? 23 óra 40, lassan tényleg már jó lenne belehúzni, de viszont itt már megint fönnforgások vannak, mert össze fog akadni a két kombány, úgyhogy kicsit itt. Álljál meg, Sándor! Egy kicsit ne csináld itt a ricsit, odébb állunk, jó? Hagyjuk érvényesülni a kollégát! Itt még kár, hogy nincsenek csajos izeik, itt még mindenki... A munkások, ugye az újabbakban már csajok, hát meg ugye még itt nem is választhattál csaj... minek neveziket? Hát, van egy kis probléma, nem hiszed el, hallod, nem tud odébb menni attól a szartól. Ja, itt még nem voltak csaj segítők. Hallod, izékor munkából jöttem haza egyik nap. Te az most miért nem akarsz elindulni, testvérem? Vagy mi van? Mit csinálsz ott? Megfagytál? Jaj. Ja, jöttem haza melóból, gyerekek, izé volt. Jött egy baromira John Deere-rel egy csaj, egy szőke szoffos csaj, körülbelül volt, szerintem nem volt több 20 évesni. Azt akkora traktort vezetett, hogy mint egy ház. Nagyobb volt, mint az egész házom. Egyébként az durva, belegondoltok, hogy B-kategóriás jogsíval vezethetsz akármilyen nagy traktort. Szerintem nem voltak felkészülve, amikor ezt a szabályt hozták, hogy ekkora traktorok lesznek azért itt Magyarországon. Mert ugye úgy van, hogy mezőgazdasági vontatót, az vezetheted. Oké, tudom, nehéz póttal nem vezetheted, esetleg nem is tudom hány ilyen kis izé vontatmánya, ilyen egy tenge és akárhány tonnás maximum, ugye, azt húzhatod vele. De köszönöm szépen, akkor is mekkora traktorok vannak, és azokat úgy vezethetik, ahogy akarják, nem? Nem tudom, ez durva azért. Ja, az a baj, hogy most itt ez belekeveredtünk itt, mint cigánygyerek a Huzentraugerbe. Abba, hogy... Figyelj, nem tud odébb. Jól van, gyerekek, itt leállítom a munkát, mert látom, itt csak a tötyörgés van. És akkor átmegyünk máshova, mert barátom Sándor is itt meg van izélve. Meg van merevedve. Jó van, hagyd abba a melót, mert csak pörgeted a gépet, mint az őrült, pezarod a gázolajat. Egyébként ezekből nem is fogy az... Ja, mert úgy veszik. Ja, hát munkással arattatok. Na, ennyi volt benned? Testvérem, ezzel nem volt érdemes neki állni dolgozni. Hol van a izé? Hol van a következő föld? Valamelyre arra, nem? De várja, álljál meg! Rá kéne nézni, hogy hol van. Igen, arra van. Csak ugye izé van. Folyó van itt, ne? Van itt egy folyó. Nem közebb fegy? Vagy nem folyó van itt? Ha át kellene valahol kelni, ugye? De hát ez nem is az a föld. Álljál meg, Sanyi, hát már megint a hülyeséget csinált kipör. De, az az...
Nem az a föld, hanem arra. Na, még előkaptam a láncfűrészt is. Láncfűrészes gyilkos. Jól. Akkor nem kell átmennem a izén, oda lényeg. A folyón, hanem itt be tudok kapatni. Ja, bekapatjuk ezt is. Nem sokáig jutott el az a kombány, gyerekek. Mondjuk ez nem kicsi föld. De az biztos, hogy már learatok mindent, az húzziért. Na. Ugye még egy kombányt oda viszünk. Lámpicskukat felkapcsoljuk. Hát hajnalra valamit kellene okozni, gyerekek, nem? Lámpicskukat felkapcsoljuk. Mondjuk egyébként erre elmennék, akkor értelmesebb lenne, nem? Földúton nem az, hogy itt keresztül kasul mindenen. Jó van, jó vagyunk. Na, és mit akartam mondani? Ja, igen, nem nagyon készültek fel arra, hogy ekkora gépeket így B-kategóriás jogsi, vagy személyekocs, meg annyira hülyes, annyira nem értek semmit egyébként ebbe az egész szabályrendszerbe. Például nem értem a biciklis témát, mert ugye elvárják a biciklistől, hogy tudja a kreszt. Mármint úgy elvárják, hogy ugye most te közlekedsz biciklisként, tudnod kell mondjuk, hogy most én nem azt mondom, hogy kimész a faluba, aztán izé. Gyerekek, micsoda izé van itt, tök jó ez a hely. Tiszta para. Nem azt mondom, kimész a faluba, aztán ott tekelsz biciklivel, hanem amikor egy városba kell elközlekedned, vagy valami csoda, tudod. És gyerekek, hát megőrülsz, hát hol vagyok már? Már odaérhetnék, vagy valami. Ja, itt van mellettem. Ja, hát azért majdnem elmentem valahova máshova. Azért városba kell közlekedni, főleg ha nincsenek ugye bicikliutak, akkor kénytelen vagy. Ezt le kell ürítenem, azt vágjátok. És köszönöm, meg vagyok keveredve, gyerekek. Az én ebben a sötétben én abszolút meg vagyok keveredve. Egy csomó fele el lehet menni, azt a keeper be van keveredve, mint az állat. Jó lenne kapcsolnék valami pilácsot. Ja, így, oké. Okay. Olyan földutak vannak, gyerekek, ugye tévedsz meg hossz. Na, aztán azt akartam mondani, de a bicikliseket nem nagyon vágom. Hogy abban mi a pláne, érted, hogy elvárják tőle, hogy azért találjon el, mit tudom én, a akármilyen, amíg Pesten érted, bemész egy ilyen forgalmasabb részre, azért ismerd a kreszt, ugye? De mégis az van, hogy nem kell hozzá jogosítvány. Hát akkor hogyan? Akkor figyelj, egy újszülött is fölül a biciklire, azt mehet vele, nem? Nem tiltja semmi. Ugye nem tiltja semmi, miért tiltja valami? Te felülhetsz a biciklire, nem fog a rendőr megállítani, nem fogod kérni semmilyen papírt, akárhogy biciklizhetsz. Viszont, hogyha autóval mész, akkor ma papír kell. Oké, értem, hogy azért más kategória, de azért kellene érted ahhoz is, hogy ne a izé, ne keresztbe kasú mennyi, érted az úton, aztán... Értitek, mire gondolok? Meg az durva, érted, ezek a kategóriák. Nekem van nagy motor jogsim, korlátlan ám, AA jogsim, mert én egyébként sokkal inkább szerettem motorozni régen, mint autózni. Nagyon sokáig motoros voltam, és... ugye van vagy három kategória, vagy segédmotor, akkor van a 125-ösig, meg nem tudom hány köpcentig, akkor van aztán még egy 600-asig, vagy meg nem tudom, nem köpcentig, hanem lóerőig, ugye kilovattban van megadva, meg van a korlátlan. Hát testvérem, az jó, oké, ne legyen az, hogy egyből izét kapjon valaki korlátlant, de azért nem kellene ennyi kategória. És akkor autóban megérted, akkor ennyi erővel miért? Most egy izét, egy Trabantot is ugyanolyan jogsivel lehetsz, mint egy Dodge Charger-t, érted? Vagy akármit, vagy pedig egy mit tudom én, hány tonnás traktor. Hát akkor itt milyen izeik vannak? Milyen különbségek? Mi értelme van akkor a több kategóriájú motorjogsinak, amikor tényleg a B-kategóriása? Te lehet egész életedben vezettél Trabantot, fogod, azt beülsz a John Deere-be, aztán keresztül mész mindenen, nem? Szabad ülned, vezetheted. Nem is értem. Nincs egy felső határ ennek? Hogy mit tudom én a hány tonnás traktor vezethetsz? Rábasteget is vezethetek a B-kategóriában? Hogy ez hogy van, gyerekek? Hát biztos sok traktoros van köztetek, mert szoktátok írni, hát biztos vágjátok jobban, mint a keeper.
Itt úgy parázok, gyerekek, mindig meglátom ezt a vonatot, aztán már izé. Már dob a víz. Na, 1 óra 38 van, és akkor gyakorlatilag mindjárt megvan a 30 ezer pénzünk. Aratnak a kombájnok, látom, fogy a pénz, mint az állat. És onnan, hogyha elhozok egy adag cuccot, akkor onnan meg is van rá a keret, ugye? Vajátok, gyerekek, hol van a fődesút? Kicsit belső nézetben akarok lenni, autentikusabb ez az éjszakai ifázás. Egyébként annyit tudok beszélni, hogy ez hihetetlen, nem? Néha, most nem azért. Néha még magam is meglepődök rajta, hogy annyit pofázok. E férsz? Tök szokatlan egyébként, belülről néha úgy érzed, autóval is itt szoktam lenni, még a legelején főleg, hogy meglepő, hogy elfordul az eleje, aztán meg amikor azt érzed, a, nem tudom, kezdő ilyen autósok azok vágják, amikor úgy érzed, hogy jaj, neki megyek, amikor fordul el, ugye, hogy kis ívbe fordulsz, és akkor mondjuk parkolóba, és akkor jaj, az eleje biztos eléri. Kívülről meg azt látja a paraszt, hogy izé, hogy mi a franc? Hogy várja, hol vagyok már meg. Kívülről meg azt látja, mondjuk nézelődő, hogy még másfél méter ott van a lökhárítód előtt. Úgyhogy vannak ilyen dolgok. Nem van, gyerekek, meg kell tanulni ezeket. Ezt a fődesutat például ugye abszolút nem szoktam használni. Jó, itt van egy nagy gödör. TMK lesz ebből, gyerekek, mert nagyon izé van. Nagyon baj van. Leszedállódnak a gépek, azt cseszhetem. Figyeljetek, ha leszedállódnak a gépek, olyan javító TMK-s autót nem fogok venni, amivel akárhol javíthatok. Akkor gyerekek, akkor onnantól az lesz, és ezt így megmondom nektek. Tehát van valami folyó, nem? Várjál, hadd nézzem meg külső nézetben, mert... Aha. Na, azt akartam mondani, hogy a... Igen, és akkor itt vissza kéne fordulnom, egyébként a földes úton megyek, és akkor úgy kéne tovább mennem. Hát menjünk a földes úton, gyerekek. Az még belefér hajnali kettő, van úgyis egy szállítmányt kell levinnünk. Mit akartam mondani? Hun tartottam. Az elfelejtettem most. Ja, és akkor ott van még másfél méter az autó eleje előtt. Szerintem ismeritek ezt a üzeit dolgot. De ez az út nagyon adja, hogy így be ilyen kis horgosos. Ne ezt mondtam horgosnak, amikor így vannak ilyen izeik, ilyen... Jaj, hát ez nagyon adja. Ez nagyon feeling, nem? Hát rendesen kis... Mindig olyan érzésem van, amikor ilyen utakon megyek egyébként, mint hogyha fáznék, mert olyan feelingje van, mint hogyha tényleg ott lenné, és akkor ugye kicsit hűvös van azért az éjszaka. Jó van, gyerekek, szerintem ott van az összes bezsúfolódva. Hát én... nincs letaposás módunk, úgyhogy... Köcsög módon a kipőr átmegy. Egyébként ez a tábla, ez nem kicsi, hallod? Nem kicsi ez a tábla, és ez körülbelül tudjátok hányra? Várjátok, azt megmutatom nektek. Most nézzétek meg, amit mi vetünk, az ott fölötte van. Meg ugye alatta van az, amit még hozzá akarok szántani. Hát... Ez körülbelül... 6-szor ekkora. Mindebben, amiben itt vagyunk. Egy akartam megmutatni. Hát egy 6-szor ekkora táblát kell majd elvetnünk. 2 óra 26, gyerekek, oda kell készülni majd a izével. Oda kell készülni. A középső még nincs megtelve, a szegény meg ott be van szorulva. Jó, hátulról kezdem a kirakodást, vagy a leürítés, gyerekek. Bocsánat, egy fakereszt. De azt kell csinálnom. Jó, kapcsolok lámpát, gyerekek, bocs. Azt kell csinálnom, mert ugye így lesz a jó nekem. Jó, hát ezt eladom, megvan a pénz, gyerekek, megyünk a bótba, és hajnalban nekiállunk kizélni, erdészkedni. Na, hajnalban nekiállok erdészkedni. Szépen fölpakoljuk pótkocsira, van villánk, ugye. Autólódos a pótkocsi, de nem fogom használni, azt ugye beszéltük. Remélem, hogy autólód nélkül is trankon fog működni, meg minden. Szépen méretre vágjuk, nem össze-vissza szórjuk, szépen, ahogy kell, gyerekek. Akkurátusan, jó? Tényleg normálisan. Na gyere, üríts le te is, testvérem, akkor már. Jó van, ebből biztos, hogy meg lesz 500 kell hozzá, vagy 1000. Na ugye közben még fogyni fog. Gyerekek, ezek állnak, akkor is fogy a izé? Akkor is használják, hallod? Erre figyelni kell, hogyha megtelenek, akkor meg kell őket állítani, mert ezek így is használják a izét. A pénzemet, hogyha álló helyzetben vannak, azért az egy cuki. Cukik vagytok, gyerekek. Gyerekek, milyen izé van itt terep? Úristen. Nem födöntöm az ifát, mert az még hiányozna nekem így a nap végére. Itt azért van egy ilyen nagy szakarék. Nem is szakarék, hanem egy ilyen izé, egy ilyen... Na, hogy nevezik? Na, várjál, még a hátsóba tegyél, barátom.
Nem, mi nincs? Nuku, vagy mi van? Várja, beleülök, mert itt Csinóbli van szerintem. Mondtam én. Na mi van, bazza? Jaj, az ifába visszaültem, hallod? Engem ez úgy megzavar, amikor egymás mellett van két gép, de miért az ifába, ha egyszer ide akarok beülni? Ez szerint... Ah, jaj. Ilyen hülyén áll a pótkocsi. Ja, de az ifába nem kéne belegangolnom, de ott megy egy földes út, figyeled? Ki tudnék ott menni az útra, de innen ki kéne kapatnom az ifába szépen. Jó, 3 óra van, gyerekek, reggel meg nekiállhatunk. Nekiállhatunk szépen. Hát eznek szerintem ki sem fog üríteni. Ja, ez szerencsénk volt ezzel. Na, jó, mennyi barátom. Én meg az ifába megpróbálok kijárni. Ajaj. Nem szeresse. Rúg mind a disztó, gyerekek, de ez olyan hangosak ezek a kombájnok, hogy itt kerepőnek a fülembe bele. Na. Jó, nyomjuk neki. Nyomjuk neki, tesóim. És nem erre kellene mennem, hanem erre. Ja. Itt ugye ki, és akkor át a földes útra. Hol a földes utunk? Itt te. Jó, ott már nagyon tudjuk. Meg kell tanulni ezt a mapot, gyerekek. Hát ugye nem nagyon használtuk sose, hanem mindig csak ott a TS telep környékén melóztam. Most meg teljesen átvándoroltunk a másik felére, de ennek örülök, legalább változatosabb. Én a TS telepnél azt fogom csinálni, hogy füvel el fogjuk vetni a izét. Ó, bazd meg, mekkora rúgó te. Föse megy. Nyomjad neki. Szenved az ifa, gyerekek. Kár, hogy nem nagyon látni ilyenkor. Az egy jó az izé, lengés csillapítás. Na azt akartam mondani, hogy ugye a TS telep környékén voltunk. Na azt csinálom, hogy elvetjük fűvel, és akkor oda kaptárakat meg mindenféle dolgot, ami kell, azt fogunk venni. Most ezt nagyon akkurátusan végigmegyek ezen a földes úton. 3 óra 27, gyerekek, mindjárt hajnalig, kukorékol a kokas. Bemegyünk a izével. Egy traktorra fogunk dolgozni természetesen. Itt föl kell mennem, ugye? Bemegyünk a nagykabinossal, homlokrakodóssal. Megvesszük a pautot. Jó van, menjünk. MBP pótkocsi, vagy milyen is volt ott? Az a baj, látjátok, a pótkocsink is le van szedálva ma. Meg még az ifánk is. Szedd alá. Hát itt nem kéne megállni, mert nem indul el sose az ifa egyébként ezen az ejtőn. Ugye a HV80-as vagy melyiket, a HV80-as pótkocsit utána kötném, szerintem kiszakadna bele. Kidűne bele ennek a izének, a ifának. Elég véres a torka már, sajnos. Jó van, gyerekek. Mindig írjátok egyébként, mikor lesz FS15 újlak, mikor lesz FS15 újlak. Hát így próbálom azért a 1-2-3 napon belül mindig szolgáltatni, csak tök szeretem a többi sorozatot is, most nagyon ráfügtem ezekre a játékokra, mint az állat. FS19-et is baromira élem, imádom. Akkor ott van a izé long drive is, az is nagyon jó. Spin Tire, azt se akarom elhanyagolni. Jaj, meg a 7 Days to Die, szerencsétlen 7 Days to Die esett ki a Pixisből most nagyon mi. Úgy gyerekek, reggel lesz mindjárt, várjál, meg kell nézni, nem jön valami. Jó, ezt eladom, azt már megyek is, gyerekek. Itt hagyom az ifát, a izéket meg majd leállítjuk. Szerintem... Ó, te fiú! Már megint 42, csak már izé... Megint sérültünk. Leállítjuk ám a izéket, a kombájnokat, mert akkor ezek szerint... Mi az, hogy nem elfogadott? Majd rájössz. Átveszed az árpát, mondom, testvérem. Viszik a vagomba. Ez hoztam a gombát. A vagombát. Ja, ez nem jó. Az úgy nem vicc, ez nem poén. 12 000-re. De egyébként szerintem itt nem változik az ár. A fát meg akkor hova kell? Oda hátra kell valahova vinnem. Jó van, gyerekek. Akkor menjünk is. Én azt mondom nektek, hogy a kombájnokat leállítom. Ne vigyék a pénzt fölöslegesen, tudod? Ennyi.
Szép csönd van, pihenjetek gyerekek, aludjatok egyet az izébe, gépbe. Nézzük meg, hol vagyunk, mi a helyzet. Ja, itt meg a izé van, ez egy olyan. Ezt 8-os meg kell nyomni különben, izé van, eltűnik ez. Na gyerekek, menjünk be a izébe, faluba. Bemegyünk a faluba, mert ugye nem ugratunk, azt beszéltük. Nem ugratunk. Forsíteket ott írja, hogy még meddig vannak, de hát nem tudom miért. Jó van, bemegyünk a faluba. Nem ugratunk. Hozzuk ki a izét, pótkocsit, azt állunk neki gyerekek. 4 óra 16 van, szerintem pont jó időzítés. Várjátok, hogy kell kinyitni az ajtót? Így gyerekek, nem tudom mit nyomtam. Ja, a tükröket kibe lehet kapcsolni. Ja, izével lehet kinyitni az ajtót. Hát kinyitom az ajtót, tehát idegesít, hogy izé van. Itt mi van? Ja, motorháztető, azt hagyjuk már. Hú, az a hideg van, várjál, hallod? Esküszöm, olyan érzésem van. Jó, majd napközben kinyitom, hallod, kicsit hűvös van most. Itt meg izé, tudom, a repce már érik be, mint az őrület. Itt van a pót. Bocs, gyerek. Rendesen fasztom, kinyitottam, esküszöm. Tényleg az embernek olyan fura érzései vannak, nem? Annyira izé, tudják befolyásolni az ilyenek. És nem hülyeség az, amikor például egy szín, egy fal szín tudja befolyásolni a hangulatodat, az érzéseidet, és még szerintem a fizikai érzéseidre is tud kihatni. Például tényleg ugye a kék színt idegnek érzed, vagy egy fehéret, akkor egy meleg szín az meg szó szerint úgy érzed, hogy melegen van tőle. Egyébként jó az a gép, látom, mert brutálul veretjük neki, akkor is akkor sem nagyon törik össze. Na, kiszállunk gyerekek? Úgy van. És akkor mondtátok, hogy vegyem meg itt már a izét, mert ugye itt is meg lehet. Jaj, ne várjál. Így nem lehet, így nem lehet. Nem lehet, na várjál, itt megveszük. MBP potkocsi, vagy mire? Én emlékszek rosszul. MBP, ugye? Ja, autoscript. De várjál, ezen elvileg lehet állítani, hogy ez is legyen ilyen. What? Ez jó, ez tetszik. Tud billenteni? Miket tud ez? Várj, remélem az autólód az nem ilyen ilyen folyamatos. Ugye ráfogunk, azt meglássuk. Ne, ez tökéletes. Na, ilyen, ilyenre gondoltunk gyerekek, szerintem. Várjatok rá, fogatok. Nem jó. Na, szívass el, hogy nem jó, mert ha egy mod nem jó, még... Ne, ja, jó. Na, várjál. Azt mondja, hogy... Papakolás megkezdése, kirakodás megkezdése. Bal oldal, mi az? Jobb oldal. Ja, az nem érdekel. És nem is tud izelni? Nem is tud billenteni? Jaj, bazd meg, nem ezt kell volna meg. Amúgy nem, akkor ne... Várjál. Billenteni nem tudok vele? Hát akkor ezt valószínű úgy kell... Hát lerakom gyerekek. De hát egyébként ez tudna billenteni, nem vágom. Jó, mindegy, csak inkább rakjuk meg, nem igaz? Na, menjünk. Nem vagyok kibékülve ezzel a pauttal teljesen. Nehogy véletlenül rányomjak, hogy autó pakolva, akkor leszórom. Nem érdekel engem, nem akarom, hogy bármit is csináljon magától. Viszont ez nagyon jellegzetes, ez a pótkocsi, hallod? Egy csomó olyan eszköz van, amitől olyan déjà vu érzésem van, hogy ez megőrülök. Gondolom nektek is. Várjátok, kívülről meg akarom nézni, ez az MTZ annyira szépen billeg itt ezen a földúton. Nagyon meg van csinálva, imádom. És milyen ötletes dolog, hogy mindig mind a négy kerék legyen ugye a talajon. Egyszerű, ugye mint a merevhidas teherautó, vagy a terepjáróknál is, hogy gyakorlatilag középen csuklik a, ugye ennél mondom, ugye középen ugye el tud fordulni, ott van egy ponton ez a kerék, és egyszerűen mindig len van a valamelyik, és nem erre kellett volna jönni testvéreim. Az urba. Annyira elpofázta a keeper az dolgot, hogy... Jaj, ezt gyönyörűen szedtem volna. Itt, ja már beért a repce, azt az itten megzavart. Testvéreim. Na várjál, lassan majd kinyitom a fülke ajtót. Jó van gyerekek, hát ez, figyelj, elszaladás nincsen. Majd ezt itt kipótoljuk, hát megdolgozok én majd én itt érte, ne aggódjatok. Összehozzuk ezt még, összehozzuk, csak most legyen egy kis kakitermelés is. Mindjárt kell a nap. Mindjárt kell a nap, testvéreim.
Nekiállunk! Fürészönyi! Fürészönyi, nekiállunk! ez a legjobb izé. Na, mi az itt? Ott van az MTZ-nk is, a 80-as. A tárcsával ugye, ott pihenget. Hát olyan messze vagyok egyébként a izétől, ugye a TS-től, hogy nem érdemes beoldanom őket. A gyerekek! Mennyi föl, testvérem! Jó, én azt mondom gyerekek, hogy akkor amit beszéltünk, ide kéne döntenem, és akkor itt kéne felraknom, ide döntünk, jó messzi, nehogy rádöntsem az a portkocsira, lefogunk. Jó, a gyerekek, nem olyan nagy fák, nekiállunk, jó? Oké. Maximum majd közelebb állok, jó van. Ugye mindig, nem tudom, 15-ben is úgy volt? Mindig úgy kell dönteni, ezt múltkor a live-ból Szabinak magyaráztam, mint az őrült, hogy mindig viszintesen, ha viszintesen vágsz, legalábbis Farming Simulator 17-től fölfele, majd mindjárt meglátjuk itt is, akkor ahogy átvágod, akkor egy hóka keletkezik itt, ugye a játékba, nem a valóságról beszélek, meghókálódik itt, és arra fog dőlni pont ellentétes irányba. De majd mindjárt megnézzük. Jó, alul vágjuk természetesen, nem úgy, mint a ruszkik. Nem a ruszki módszert csináljuk. De azért valamennyire... úgy. Igen, és ott van, látod? Itt van, olyan, mint hogyha kihókáltad volna a másik oldalt, és úgy dől ki a fa. Úgyhogy ez egy ilyen... ez így jó. Jaj, gyerekek, gurul. Jaj, szédülsz meg! Jó, van, legurul, aztán jó lesz nekünk. Na, ugye így kell kivágni. Hát a valóságban, hogy marhára nem így kell, egyébként elég sokat jártam erdőre, hogy magamnak szoktam általában megszedni a fát. De nem kell magyaráznom, gondolom, annak, aki járt, hogy is működik ez. Jó, hát egymásra düntögetni a fát nem annyira jó. Úgyhogy szerintem ezt a kettőt ezt leágazzuk. Jaj, a ritkítást nagyon utáltam, amikor az erdő közepébe kell levagdolnod a fát. Jaj, gyerekek, az halál, mert ugye az izé. Mert akkor egymásra össze-vissza szoktam dönteni. Nem szokott jó buli lenni. Na, mi van itt? Hogy vannak itt a fák? Ne kéne ágazni, itt még valami fönnforgás van. Belemért a izébe, mi? Ben van a izé szómába, ben van. Jó. Aki ez a kettő le van ágazva. Azt mondom nektek, gyerekek. Az alját megrakjuk izébe, ilyen hosszba, utána meg kiengedjük a többit, jó? Úgyhogy ezt azt csinálom, hogy ezeket elkiveszem. Ugye kicsit töve felé kéne fogni. Ja, és súlyt kellett volna hoznom, testvéreim. Nem tudom mennyire lehet, mondjuk nem olyan nagy fák. Nem kell ide súly, jó. Nem kell ide súly. Azért mondom, mert nem olyan nagy fák ezek. Nem lesz ebből olyan nagy probléma. Kicsit szorítsunk rá. Hát, jó lett volna a súly, gyerekek. Jó lett volna a súly, lehet. Meg inkább a tövét kell fognom, tudom, ne írjátok, more. Ja, itt a másik fa, more. Várjátok, gyerekek. Jó van. Nincs semmi baj, ide készítjük őket szerintem. A szalma itt van, az zavaró egy kicsit. Belekerül a szalmába, nem is kicsit zavaró egyébként. Nem is kicsit. Úgyhogy lehet, hogy ide lefektetem őket, aztán majd akkor jövünk az MTZ-ével. Ide húzzuk a pótot, mert ezzel baj lesz itt, gyerekek, baj. Ja, ez a baj lesz. A szalma ez nem tesz jót itt. Össze kellett volna hamsterezni. Gyerekek, elmenjünk a hamsterért gyorsan. Nem megyek a hamsterért, mert ez inge marhára zavar itt. De hol is vagyok? Hol is vagyok? Miért is vagyok? Nem megyek a hamsterért gyorsan, gyerekek, mert engem itt ez baromira zavar. Elveretek. Mennyi idő van? 6 óra van reggel, jó van, gyerekek, még belefolyam. Nem megyek a hamsterért, összekapom, mert itt csak bajok lesznek ezzel az egész szó. Oda fogom döntögetni, ott föl fogom darabolni, ez tipikus az a dolog, még a régen az oktatóm, ugye faiparban tanultam, azt szokta mondani, hogy
De az tök igaz, hogy ha életlen meg szarszer számmal dolgozol, mondjuk életlenre gondolt pont, akkor az sokkal rosszabb, mint hogyha fordítasz annyi időt, hogy megélezd a szerszámot, mert azzal sokkal inkább megkönnyíted a munkádat, mint hogy a szenvedsz az életetlen szerszámot. Most is az lenne, hogyha nem, igaz, hogy időbe telik, amíg elugrok a hamsterért, viszont... Ujjaj... Viszont ha nem megyek el a hamsterért, akkor ott, amire földarabolom és belekerül a szalmába, meg minden ott keveredik, azzal nem lesz. Gyerekek, ezzel úgy lehet menni, ez az MTZ-vel, hallod, rendesen izé, dobál. De ennek legalább nincs ajtaja, nincs probléma vele, hogy kinyitom-e vagy nem. Na. Elmegyünk a hamsterért, itt van a Pista bárnál, vagy Józsi bár. Elvileg itt van? Júj, ezt a táblát, ezt nem súroltam. Hé, hey, hol a hamster? Ja, itt van, bazé. Bele van izébe, környezetbe bele van épülve. Jó, ez a belső nézetes dolog, ez tetszik. Hát azért majdnem sikerült rátolatnom. Azaz. Most már nem megyünk olyan gyorsan, visszafelé lehet. Nyomjuk neki! Jó van. Igen, nagyobb ívbe kell kanyarodni, ugye, mert van egy... Van egy izé is eszköz mögöttünk. Jó van, srácok, gyorsan összehamsterelek ott, mert engem baromira idegesítene, hogy belekeveredne a szalmába. Jó, nincsen semmi gond. Jó van, vonat, pont nyílgázon, gyerekek, pont elmegy a vonat. Ez ki volt számolva, mi? Hoppá, hoppá, valami beleakad valamibe, testvéreim. Rántott egy olyat. Ó, te füge! Látjátok? Nagyobb búzakereslet. Ilyeneken lehetne keresni, ugye? Hogyha betermelnénk a izét silóba. Hát jó van, ez így van, így jártunk. Nem nagy üzlet lett így. A gyerekek, itt akkor tömforgás van. Gyerekek, ez nem nagyon viszi azt a izét, hamstert. Halljátok, ez a nyél, amit visz. Jaj, testvérem, valami legyen. Na. Odébb lököm a fákat, aztán tényleg egy annyit, hogy kettő sort itt összerántok, hogy legyen valami kis hely. De egyébként ez ennyibe viszi a hamstert, hallod? Hogy mi van? De pedig ennyivel. Várjál, testvér. Most is például meg is szivatott, mert nézd meg, ott is már ott a vége. Egyébként ilyenkor, amikor itt vannak a gépek, akkor tök szeretek úgy átülni bele. Egyikből a másikba, nem az, hogy tabolgatni, hanem átülsz. Odébb lököm, föllököm a fűre. Ne férjünk mellette, úgy né. Aj, de jó egyébként, kelő nap sugarai, nézzétek, milyen jó idő van. Kellemes. Aj, bazzaj, na, ne szórakozz el velem. Úgy. Jó, egy kettő sor vagy hármat maximum összerántok. Aztán hadd menjen. Induljon! És ez az MTZ tényleg ennyivet bírja vinni. De már nincs leengedve? Le van engedve, miért nem akarod vinni? Ja, viszi, az jó van ott. Itt már nem fogunk dönteni. Na, eddig a fa végéig, jó? Ezt úgy lesz, úgy lesz. Nem mondjátok, hogy vegyek LKT-t, már nincs rá pénz, gyerekek. Biztos már írjátok, hát vegyél egy LKT-t, testvér, azt kiúszkodod a fád vele. Egyébként, tudjátok mit? Ez nem bírja elhajtani a izé, a TLT. Teljesítmény leadó tenger nem bírja elhajtani, mert ha már bekapcsolom, akkor izé küzd az MTZ, pörög a motor, meg mindent csinál, de nem akar menni, hallod? Nem kell hozzá leengednem se semmi. Hanem csak egyszerűen bekapcsolom a izeit, ugye a kardán meghajtást, aztán már izé van probléma azik itt. Rakok rá egy tempomatot, aztán adja neki. Hát mert úgy, tempomat is 33-on van maximum, ennél többet nem tudok kihozni belőle, de nézd meg, hallod.
Izé meg hogy vitte, mint a rongyot? Az Etor, ugye? Jó, három sort kapok össze, annyi. Bocs, gyerekek, de... Én nem fogok itt a szalmába kurkálni, azt se tudom, hol van. Jó van. Figyeljétek, itt megkezdjük szélibe. Leszedjük sorra, leengedjük. Leengedjük egyesébe. Jó, te fiú, hát nem, miért nem ott mentél, amelyre kellett volna? Meggondolkoztál, Kipör? Leső ki a gépbű, de nem néző ám, hogy nem jó mész a soron. Eznek, emlékszek erre a hamsterra. Szoktak vele dolgozni, így a, összeszedni, leginkább szénát szoktak. Szalmát nem szoktak ezzel szedni egyébként nálunk felénk, hanem inkább a szénát szokták összegyűjteni vele. De... emlékszek rá, hogy kurva nagy volt. Főleg én kisgyerek voltam, ez meg akkora volt, mint egy ház. Hát ez nagyon, nagyon durva volt. Begyömte a izét, a szalmát, a szénát. Nyolc óra három gyerekek, minden szuper. Időben vagyunk még. Addig a gépig ott, ugye ott van egy kis hiány is, úgyis összerántam. Ezt akkor itt ezen a placon, ide, hát itt fogunk fürészölni, ez a plac lesz. Ugye van egy plac, szó szerint ahogy szokják nevezni az erdőn, a placra szokták kiúzni ugye LKT-vel vagy amivel éppen akarod, Dutrával egyébként, vagy bármivel, MTZ-vel kiúszkodni a fát, és a placon szokták, ugye nem úgy csinálják, ha nagyból nem tudom, hogy most tényleg azoknak magyarázom, akik nem ismerik, mert biztos nagyon sokan vagytok, akik dolgoztatok erdőn, meg dolgoztok, te figyeljél, marajban az pont ott kell lenni az MTZ-nek. Ki az a hülye, aki tette? Na, és na azoknak mondom, akik tényleg nem ismerik, hogy a, na úgy működik ugye az erdészet komolyabban. De úgy komolyabban, hogy közép komolyan, érted? Nem az, hogy te elmész az erdőre fát vágni, hanem hogyha kicsit komolyabban csinálják, hogy... vannak lépései az, ugye a fának a gyűjtésének. Egy az. A fűrészes szépen kivágja. Mondjuk ott benne az erdőbe. Akkor megy a traktor, vagy az LKT, vagy akármi, ráraknak, rászerelnek. Rákötnek, kihúzzák a placra. A placon munkálják fel. Ha utána fölpakolják valamire, ami kiközelítőnek neveznek, és a kiközelítővel viszik el olyan helyre, ahova be tud jönni már a kamion. Úgyhogy ez így működik, hogyha izébe nyomják az emberkék. Nagyba nyomják az emberkék a izét. Általában. De hát ez figyelj, ez én voltam olyan, hogy uazzal közelítettek ki, egy ilyen lebontott uazzal, meg ugye különben vannak ilyen nagyon profi izék, vannak ezek a forwarderek, ugye kiközelítő, azt hiszem valahogy úgy nevezgetik. Kihozom, és akkor itt szépen megmunkáljuk gyerekek, ez lesz a biznisz. Jó, csak nem gurulna egyébként, farming 15-ben úgy gurul még ez a fa, mint az állat. Na nézzük, hogy mekkorába kéne vágni. Az aljába szerintem rövidebbeket bele kellett durrantani. Én abba gondolkodok. Beszórni, és akkor a többit utána meg végigengedgetni. Itt egy kb. Ekkora. És tudom, hogy kár, hogy nem látni, hol van-e vágva mi. De ott van a vágva. Három bevágom. Jó, ezt is háromba kéne vágni. Jó, ezt földobom, gyerekek. Figyeljetek, kicsibe dolgozunk most. Hú. Olyan fát tudom rakni azon a nagy izén. Magasítón. Egyszerű. Nem kell ide is új. De ez lehet, hogy még ez is hosszú lett, nem? Meg egy kicsit. Várjál, engedjünk rajta. Hopp. Úgy. Úgy, átfogtunk rajta. Még ez is hosszú lett, mi testvéreim. Csak ott le ne essen, mert megint beleesik a szalmába, Kipör megőrül. Na. Hát jó van, akkor maximum le lesz engedve, túl lesz engedve, az lesz. Csak nem tudok beljebb menni már. Úgy kell legurítanom. De belőle. Hát ez érdekes volt. Ez érdekes, hogy kilóg a kocsiból. Imádom a jó módokat, de nem baj.
Legalább akkor nem kell azon aggódni, hogy izé. Hát az alsó sort akkor várjátok, az alulra kell a vastagját. Ezt ugye vágjátok, na, azt is. Úgy szoktuk egyébként, mi ugye hát mi tűzifát szedünk, mi méterbe szedjük, nem szedünk rönköt. Ugye, mindig amikor kimegyünk az erdőre. Ugye méterbe szedjük, azt úgy szoktuk, hogy általában. Mi úgy szoktuk hosszába háromba. Körülbelül. És akkor utána megrakni az alját nagyon vastaggal. Utána meg jöhet az ágfa, meg a vékonya. Az meg ugye ki lehet engedni. Hát mi így szoktuk, nem tudom, mindenki gondolom máshogy szokta, fogalmam sincs hogy. De felénk ez a divat. Felénk ez a divat megy. Menjél le, bazzá. Ne kérdezzétek mindakat meg. Úgyni. Szokták mondani, addig enged ki, hogy a tehén valagát meg ne bökje. Még a régi világból való duma. Az ugye azt jelenti, hogy a traktort meg ne bökje. De ugye régen, amikor tehén vitték, akkor... Hát ez egy kicsit bugos ez a izé, de azt nézem a pótkocsi hátuljában meg nem esik le. Érdekes dolgok vannak, gyerekek. Jó, hát a vékonya. Ezt is beledobom alulra, most nem tökörészünk. Úgyhogy ja. Hát utoljára, amikor kimentem az erdőre, egyébként úgy szoktunk kimenni. Egy unimoggal voltam utoljára, tényleg. Úgy szoktunk kimenni, hogy szoktam hívni segítséget. A Karit hívtam utoljára. Ilyen faluba szokott segíteni, meg ő jött el nekem. Mondjuk úgy van, hogy mitől megbeszélem vele, hogy a 8 órára megyek. Hogyha szerencsém van, akkor nem olyan szinten másnapos, hogy nem tud fölkelni, de azt hiszem, hogy utoljára az volt, hogy nekem kellett felébresztenem szegény. De különben nagyon végtelenül jó gyerek. De szokott ilyen munkákat így elvállalgatni. És fölébresztettem, mentünk ki az erdőre. Ez tényleg ő segített nekem az, hogy én fűrészeltem 0.39-es tillel. Döntöttem, fűrészeltem, méterbe, ugye méterbe szedjük, azt mondtam természetesen, hogy könnyű felrakni, meg ilyesmi, esetleg a nagyobb fákat szoktuk ugye levágni, hogy egy emberes legyen, vagy hogyha nagyon muszáj, akkor két emberes, ugye ketten tudják föladni. Azon gondolkozok, meg kell fordítanom. És akkor a közepét azt már úgy vágnám el, hogy rajt van az MTZ-n, na mit szóltok ehhez? Kipörül megint a hülyeség megy, mi? Na aztán ide jelentünk a Kariba. Hát én nekem úgy behúzódott a izém, hátam, így becsipődött, hogy nem tudtam mozogni, more. Erre a Kari kitalálta, hogy ő nagyon tapasztalt ebbe. A rohadt hosszú izé anyjába beleakad abba a rohadt pótkocsiba. Kitalálta Kari. Feküdjél le, rakjál le keresztbe egy méterfát, feküdjél rá háttal, úgyhogy hoborítasz, és az úgy majd vissza ki fogja szedni neked. Hát nem volt jó ötlet, lefeküdtem, ráfeküdtem homorítva arra a méterfára, mondom, jó van, akkor Kari, most szedjél fel, légy szíves. Azt nagy nehezen összekaptam magam. A végeredmény az volt, hogy tényleg halál volt. Egyébként a 0.39-es fűrész nem egy hatalmas. Viszont tud az kellemetlen lenni egy nagyobb fűrész, viszonylag nagyobb fűrész, amikor sokat kell vele dolgoznod. Általában az úgy van. Egyébként megpróbálom négybe vágni most. Na az a lényeg, hogy elmentünk a Kariba fát szedni. Figyeljetek, kimész. Hogyha jó akácosról beszélünk természetesen, nem ám gyümölcs van meg mit tudom én. Jó akácfából egy ember fűrészel, dönt, meg összevágja a méterbe, a másik ember kiszórja út mellé, igazából úgy fűrészelé, hogy ugye közel legyen az út. Kiszórja, 5 gömbmétert meg lehet szedni egy, úgy szoktunk, hogy mit tudom, kimegyünk reggel 6-kor, aztán maximum 11 órára délután, vagy, de úgy, hogy akkor nem is kapkodsz délelőtt 11-re. És akkor azt meg lehet szedni 5 gömbmétert körülbelül. Azt utána meg ugye az a lényeg, egyből haza kell hozni, mert ellopják. Ez nem vicc. Ez ilyen. Ja, aztán izé, igen. Ja, aztán hazamegyünk, hazamentünk, tudom. Kérdezem a Karit, mondom, aztán mennyibe tartozott Kari? Ez vasárnapi nap volt, hallod, várjál.
Mondom, mivel tartozok, Kari? Elkezdi 1000 forinttal. Te mondom, Kari, baze, vasárnap te ne kelljél föl 1000 forintért, meg főleg nem menjél fél napot dolgozni. Egyébként végtelen jó gyerek, nagyon bírom. Szoktam neki számítógépbe segíteni, meg mit tudom én. Egy-két dologba ilyenbe. Aztán izé, azért empatikus velem, azért akart szerintem keveset kérni. De mondtam neki, Kari, te, hát ne szégyenítsél meg. 1000 forintért föl ne kelljél. Szerintem mit csinálsz abból? Jó van, egész jó, nem? Egész jó haladunk, gyerekek. Aztán a következő sort, azt már kilógatjuk hátrafele, hallod, amennyit bír. Jó, nem amennyit bír, azért nem csesszük el. De mondjuk háromba vágjuk, jó? Következőt. Hát az a baj, háromba vágjuk, az meg már izé. Háromba vágjuk, az meg már sok lesz szerintem. Egyébként már 10 óra van, nézzétek meg, testvéreim. Ja, egyébként utána meg kuglizhatod, jaj. Azt bírtam, egyébként az izé, van egy ismerősöm, aki az erdőn dolgozott, vagy 10 éved, vagy 15-öt. Fűrészes volt. Ó, ez meg ide ragadta. Na, menjél innen. Jaj, ne, ezt utálom. Egyébként ugye ebben a farmingban még nem lehet kézzel dobálni a fát. Na, az mutatott egy jó kuglizási módszert. Mindenki azt csinálja, hogy ugye ketten szenvednek. Jó, most lesz a jó. Várja. Te hallod, ez a magasítő, ez használ valamit? Vagy ezen át fog bukni? Akkor tényleg izé leszek, rohamot kapok, gyerekek. Főleg, ha le se lehet kötni, meg semmit se lehet ezzel, akkor... Na, az akkor király lesz, nem? Király mód lesz, hallod? Nem, azt nézem, mintha átment volna a magasítő, de lehet, hogy rövidebb volt azért. Ja, az mutatott egy olyan jó kuglizási módszert, mindenki azt csinálja, hogy ugye egy ember bakra felrakja, lefűrészeled, akkor utána megint odébb rakja. De hát ezt nem úgy kell csinálni, hanem fogni kell egy nagy stilt. Egy akkora lapot, mint az állat, amit rá tudsz szerelni. Fölállsz a depó tetejére. Aztán ameddig bírod, belenyomod a izét, a fűrészet. És húzod benne a depóba. Ugye a szélétől mondjuk 20 centire, mekkora akarod fölizélni, fölkuglizni. Utána fogod 20 centivel odébb megint végig húzod benne. Utána megint végig húzod benne. Aztán gyakorlatilag fölszered az egész depót egybe. Igaz, hogy veri a töködet a izé, veri a töködet a kéreg, meg minden, ami fővágódik. Marhára kell figyelni, ugye? De körülbelül megvan érte tizede annyi idő alatt, mint... Jó, veszélyesebb. Egyébként, ha kívülről látod, akkor azt hiszed, hogy most fog meghalni a dolgozó, amikor a depó tetején áll, aztán húzza végig benne a stílt. Hát meg kell egy nagyobb stíl, nem egy pöcsköszörű, ugye ez. Gondolom, az vágjátok, de szerintem egyébként ez jó lesz ez a izé. Mi a szar van? Néha olyan dolgokba akadunk vele, amit nem értek. Na, tudjátok, ott például az miért van a levegőbe, hallod? Nem értem ezt a pót. Nem hiszem el, hogy egy modot nem lehet megcsinálni 100%-osra. De hogyha ez a mod se lesz jó és lehullik róla a fa, megőrülök. Oda nézzél, földakadt rajt, bazd meg. Valahol. Valahol fölakadt rajt ez a valami. Hallod, ez megbolondít. Megbolondít, hogyha ez megint rossz lesz ez a mod. Fönn a levegőben, ez szerintem tudom mi a baj. Lehet, hogy hosszú és nem szereti, hogy én nagyon kilógatom. Lehet, hogy csak a pótkocsi végéig engedi. Mindjárt várjátok, azt csinálom, levágom a végét. Fölbászunk a lemtézére. Na várjál. Elérem? Ezek próbálom itt vágni. Nem, ez nem elég. Szerintem csak ide színbe eddig engedi. Én amondó vagyok, hogy az lesz a baj. Várjatok, odébb járok, aztán elvágom ott. Ez lesz az a baj, gyerekek. Te várjatok, a izét, az a kis valami, ami leesett, az hova tűnt? Bízzatok be, vagy bízunk benne, hogy eltűnt, mert akkor baj lesz velem. Igen. Yeah. Na, szerintem eltűnik. Ja, eltűnik. Ugye egy kicsit vágsz le belőle, akkor az eltűnik, hogy ne az legyen, hogy szenvedned kelljen vele. Jó van, gyerekek, akkor cseszhetem, mert akkor kicsire kell vágnom, ugye? Hát jó vagy, Keeper, most megszívtad. Ez van. Nem baj, nem adjuk föl. Na, döntsünk egyet. Hát én azt mondom, a szélit szedjük meg még itt. Egy kicsit megdöntöm arra. Arra megdöntöm. Úgy.
Mi az az batya? És így le is gurul, na erre gondoltunk. Nagyon jó. Keeper kitalálta. Nézzük ezt. Ez jó nagy. Ez jó nagy. Ezt is szerintem figyeljetek, így kéne megdöntenem, és akkor legurulna, nem? Okosba. Fenyőt azt sose szedtem. Sose vágtam. Mindig akácot vágtam. Ugye fiatal akác az jó, mert idézőjelesen fiatal ugye, mert az egyenes. Tetején van a lombi, azt levágod, aztán jó világ esetleg. Kiviszed ágfának, vagy kiszeded, de... De ugye hosszú, olyan mint egy fenyőfa, úgy tudjátok elképzelni. Aki nem ismeri a fiatalabb akácokat. Hát a nagyobb akácok azok már elágaznak, ugye azok lesznek, lehetnek ilyen marha nagyok. Gyerekek, mekkora izé van itt, Jumboy, te fiú. Mi van itt? Azt se látom, hogy merre van előre. Itt van ez a nagy izé, nem akarom kivágni azt a gyárfát, mert csak szenvedünk vele, akkor utána meg pakolgatni kell. Hol vagyok egyáltalán? Most úgy megkeveredtem, azt sem tudom mi van. Ja, jó van, oké, kiszedjük őket, kettőt fölobjuk. Ha megrakjuk azt a kocsit az égig, gyerekek, ne vicceljél. Megrakjuk ezt a kocsit az égig. Ugye dél-nappal az mindenképpen rá van számba. Ugye faszedésre, arról beszéltünk. Rá van számba faszedésre. Megy a vonat. Ez a súly az nem biztos, hogy nem lett volna rossz. Nem biztos, hogy nem lett volna rossz, mert szegény MTZ az a küzd a halállal. Gyerekek így be... Jaj, figyelj, ne! Borulás veszély van. Várja, így le... így. Oké, gyerekek. Várja. Tartsad, barátom. Jó. Oké, elvágom. Elvágom, hagyjad. Hagyjad, more. Nem engedi elvágni így? Dehogy nem. Vigyázz, mert fölvágódik, gyerekek. Amúgy... Faszedés, az nem egy olyan nagyon nagy faszisz. Meg a döntése, én azt hittem, hogy azért nagyobb. Igazából... Tényleg jó mesterem volt, mert sokat tanított az a srác, aki ugye kidolgozott az erdőn. Hát ő mondta, ő náluk mindenféle baleset volt. Volt olyan bazd, hogy fú, nagyon durvák. Ma mesélte, volt olyan náluk, hogy csávorra rádölt a fa. Nem olyan nagy fa. Az is egy ilyen hosszabb akác volt. Nem vette észre, és a vállára dölt rá. Rá esett a vállára izé. A válla nem törte, de a sípcsontja szétrobbant a csávó gyereknek. Mert ugye akkor átütött az rajt, hogy egyszerűen nem, oda ment le azé, ugye az erő. És a sípcsontja durrant el a gyereknek. Mondta, volt olyan, hát ezt ő okozta, azt mesélte, hogy volt olyan, hogy esett hátra, megbotlott, ezt az arcába a másik csávónak belement a fűrész, úgyhogy forgott. Azt utána egy kicsit nem szépen nézett ki, mondta, hogy az utána az nagyon rossz szor volt neki. Még pénzt is adott neki minden a sávon, mert ugye munkából kiesett a másik. Annyira lelkismeret fúdolása volt, hogy izé, hogy még anyagilag is úgy gondolta, hogy támogatnia kell. Mert nem nagyon tudott elszámolni azzal, hogy mi történt. Mármint maga az, aki okozta, ugye az a srác, akiről beszélek. Itt vannak fönnforgások, gyerekek. Jó van, behelyezkedik, jó van, várjál. Meg kell egy kicsit izéjelem húznom talán, vagy megengednem. Ott az túlfelőse valami igazi, mi? Talán a következő fa vagy helyre teszi. Ja, mondta, hogy rengeteg ilyen baleset volt, voltak nagyon durva dolgok. Ja, és őtől tanultam az ilyen alap dolgokat. Van egy-két alapfogás ugye a fűrészhez, hogy mire kell figyelni. Mindig nagyon fontos, hogy mindig a fűrésznek a hegyét. Ugye azt nagyon fontos, hogy azt nézd, hogy az hol megy, azt mindig figyelemmel kell kísérni, mert egy apró ág, ami éppen benn van a lombok között, éppen hogyha ágazol. Egy apró ág az, hogyha pont ugye a hegyét találja, éri a fűrésznek, akkor az úgy fel tudja csapni, vágni a hegyét, hogy ugye abból van nagyon könnyen beleset, hogy felvágódik a fűrész, és akkor úgy pofán talál. Azt levágom mindjárt, gyerekek, tudom, gondoltátok, hogy ott ezt ne hagyjuk ott. Ilyenkor eltűnik, látod? Hogyha nagyon kicsit vágsz, akkor eltűnik, ez jó. Nem mondja,
gyerekek. Ilyen kuglira nem tudsz vágni, hál' Isten. Nagyszerű, jó, oké. Ebből is lekére, nem tudom, ezt, ebből lehet, hogy már leesne. Jó, nem baj, ezt hagyjuk már. Hol van? Volt ennek még egy alkotó eleme, nem? Hogy ez nem volt? Viszont van még egy fák. Kitiporjuk itt rendesen a izét, gyerekek. A... tarlót. Hát ez lehet, hogy fölmegy ide. Mennyi fő testvérem. Ja, izét a hegyét kell nagyon figyelni ugye a fűrésznek, hogy ne vágódjon fel, mert akkor ott ugye ellentétesen forog természetesen. Arra kell figyelni, amikor döntésnél, hogy arra retteltesen kell figyelni, hogy pont nem azt kell csinálni, mert sokan abban a hibába esnek, hogy nem merik kísérni. Ugye mert az a lényege, amikor döntesz, nem tudom most az ilyen edukációs óra legyen, elmondja-e, vagy ha mindjárt döntünk, elmesélem. De lehet akkor döntök is egyet, aztán akkor meg tudom mutatni, várjatok, addig ez maradjon így. Ugye a valóságban úgy működik egy nagyobb fa döntése, hogy hát ha kisebb fa, akkor csak bevágsz neki innen, ugye? Ha nagyobb fa, akkor behókálod, rendesen ugye vágsz egy éket, kivágsz egy éket, és másik oldalról kicsit följebb elkezded vágni, és akkor ugye kidől. Viszont ha nem kíséred tovább, mondjuk, hogy itt be van vágva eddig, innen elkezded vágni, és nem kíséred tovább, hanem itt megállsz, akkor ugye ez a része, ez kénytelen eltörni, és akkor van az, amikor végig akár fel is tud hasadni a fa, vagy rendellenesen dől el, nem tud eldőlni az miatt, mert ugye nincs végigvágva. Amikor elkezd dőlni a fa mondjuk arra, akkor így folyamatosan izomból nem szabad ott hagyni, hanem folyamatosan kísérni kell végig, addig, amíg el nem dől. Hogy ne legyen az a része, minél kisebb legyen jobban mondva az a része, ami szakad. És ezt elkövetik sokan, hogy jaj, jó van, eddig elég, azt fölvágódik, azt szarul dől el, rád esik, minden csuda dolog. Meg mindig nézni kell a fa tetejét, hogy nem esik le valami. Ja, meg a ízű döntés irány, azt is ugye, hogy leállsz teljesen így a fa tövébe, és akkor fölnézel akkor, hogy merre hallgat. Nálunk úgy mondták, nekem mindig az volt, úgy tanították, hogy meg kell nézni, hogy merre hallgat a fa. És úgy kell eldönteni. Szuper, ezt jó, pont jó eldöntöttem egyébként. Ja. Meg ugye főleg szélbe veszélyes tud lenni, hogyha izé döntesz, meg nem is tudom miket várjatok. Meg ugye figyelni kell mindig, hogy mozog, amikor meg darabolsz, mert ugye például, hogyha most ezt darabolnád, akkor ugye ez így feszül, hogyha innen földről elkezdeném vágni, akkor egyértelmű, hogy ugye meg van feszülve, akkor becsípni a fűrészemet, az csá. Akkor ott az cseszheted. Ha csak nem ugye van géped, jó meg tud emelni. Hanem akkor például, hogyha így feszül, akkor alulról kell megvágni, és akkor úgy ott nyílik szét, és akkor úgy lesz a jó ért. Ilyenekre marhára kell figyelni, hogy ezeket jól csináld. Na, nézd, ezt itt elvágom. Tehát ezt így alulról kellene vágni. Na ugye dír becsüpni a végén azért a fűrészet. Jó, hát sokat dubál a keeper, tudom. Oktatás, fűrész oktatásban. Van egy-két alapfogás, amit érdemes... érdemes megtartani, mert különben bajok tudnak lenni. Mondom, filózok, ez lehet, hogy hosszú lesz. Megint a levegőbe lesz, mi az a vége, így nem fog tetszeni neki. A baj, nem értem, hogy egyébként. De ott megint a levegőbe van. Jó van, gyerekek, lecsipem ott a végét, az csá. Ez így nem biznisz, hogy én itt tökörészek bele. Mindjárt oda járok, azt lecsipem. Fölmászunk a gémre. Úgy. Ez így lehet le fog esni egyébként. Mondtam, hogy az leesik, bore. Jaj, ne! Lett egy ilyen kis jaj, gyerekek, ez most a baj. Nem tudod megfogni. Nem tudod megfogni. Ugye ebben még nincsen olyan. Tudom, van olyan mód, de most egy jelenleg nincsen olyan mód. Az a tuskó, az itt fog keveregni élete végéig. Ezen a földön. Jaj, de jó, az de jó leesett. Jó van. Ja, igen, ezzel a problémák nem kicsik lesznek. Hát azt hittem átkap rajt. Nem úgy sikerült. De várjatok, azt elvágom felibe. Kicsit hosszú lett. Kicsit nem jó vágtam. Álljál meg, testvérem.
Na várjatok. Most pár napig nem volt rész. Anzsóulak azért egy kicsit hosszabbra engedjük a forralt, jó? Remélem mindenki itt van velem, nem tudom egyébként, hogy itt vagytok-e vagy valami. És bízok benne, amikor egy ilyen hosszabb rész van, hogy azért kitartatok velem. Meg azért mindig próbálok olyanokat, szerintem ez a fűrészelés dolog, én nem tudom. Persze mindennek utána lehet most már nézni az interneten. Régen azért valamilyen szinten örült az ember, amikor megtanulhatott ilyen dolgokat. És úgy mondta, jaj, ez nagyon nehéz, testvér. És valamilyen szinten a azért a régebbi emberek, azok nem feltétlenül osztották meg veled a tudásukat. Mondjuk úgy, hogy nem is tudom, hogy tudom ezt kifejezni. Nem az, hogy ki kellett érdemelni, hanem érdemesnek kellett tartani téged arra, hogy ő elmondja ezeket a dolgokat, hogy te esetleg tényleg úgy tudod csinálni, hogy ő tanította. Mert ugye, hogyha például te hülye vagy hozzá, és ő mondjuk téged tanított, és akkor mondjuk ki tanította neked ezt, megmondod, hogy itt a Kovács Józsi, aztán akkor igazából mondta, hogy mint a szégyenlítenéd, vagy nem tudom. Gyerekek, azért erre fér? Mi erre a pótkocsira? Remélem kapunk érte pénzt, tudom, hogy ez egy kicsit nem annyira kifizető. Estig rakjuk, gyerekek, szerintem. Ezt bevisszük. Tetszik ez. Ja, a végén leesett, azt ne felejtsük el földobni, jó? Tudom egyébként biztos az egeret itt húsz... Ja, ez ennyire nehéz? Az egeret itt húzkodom, mint az őrült, azt lehet, hogy behallatszik. Bocsánatot kérek érte. Hamstert kellene megrakni a gyerekek fával. Hamster összekapja azt a tuskót. Ben van a szalmában egy izénk. Ilyen palcánk, arra figyeljük majd, nehogy itt hagyjuk. Ja, igen, akkor úgy lehet ezt csak rakni, arra... Csak hogy izéig, a hátuljáig, nem tudjuk kilógatni a hátul. Hát ez jó nagy hülyeség egyébként, nem tudom miért itt csinálták meg. Ja, itt elvileg van valami... Ide leesett egy... Ide valahol leesett egy hosszabb, nem a izére gondolok, nem a rövidre. Kitúrom innen, várjál. Itt valahol kell lennie egynek, de hol? És hova tűnt? Itt ide kellett esnie egynek. Aha! Jaj, barátom Sándor. Megvan. Megvan, ezért... Na! Most, hogyha nem homster ezek össze, mi történt volna, gyerekek? Itt kerestem volna, mint a izét. Erre csörög a dió, arra meg a bogyoró lett volna egész végig. Jöttünk volna rá, hogy a francba van. Megcsipjük a izének végébe. Jaj, várjál. Nem, meg tudja csipni. Jó. Ja, hát ez itt ketettem volna reggelig ezeket a fákat, hogyha itt nem hamster ezek. Erről beszél. Igazából ez is egy örök tanulság, amit az oktatóm, amit mondtam, hogy tanított, hogy mindig inkább, hogyha ne legyél érest egy kicsit olyan dolgot csinálni, ami nem biztos, hogy egyből előre leindíti a munkádat, de előkészíti, hogy te könnyebben csináld. Jó, lehet, hogy messzebbről is hozok. Ja, még ott egy fánk, gyerekek. Fölmegy az more. Jó, a tövét kell megfogni. Ezt a lányoknak is üzenem. Lányoknak is üzenem, a tövét kell megfogni. Mondjátok meg a lányoknak. A suliba. Jaj, kipörhet, mit beszélsz? Kiper mondta, a tövét kell megfogni. Az a jó. Nem a végét, a tövét. Vagy... Egy... Ez jó hosszú rész lesz, barátaim. Ó, jó, most eltalálta. Jaj, igen, itt lejtő van. Na még szerencse... Jaj, várjál. Kitörik az MTZ kereke. Hányszor elfelőfordult ez velünk? Jaj, na azért most az jó, hogy lendületből lejöttem, mert óra buktunk volna. Na gyerekek, várjatok, gondoljuk át a szituációt. Ezt le kell raknom, mert akárhol vágom, mert nyakom ver. Na, ezt a hosszút, ezt itt levágom. Itt azért van izé, van vastagsága. Nem jó valami, nem jó. Nem jó, le kell raknom, nem tetszik neki, hogy fogja. Na, azt akartam mondani, hogy... várja.
Hát ezt jó van, így. De jó, s régre vágtam. Ja, a faszedésnél, ugye mindig MTZ-be szó... Nem. Hát, megmondom őszintén, milyen gépekkel hordtuk a izét, mi... A fát. Nem mondom nektek. Volt amikor, hát ezt elveszem azt a izét, mert nem látom milyen hosszú. Volt amikor csepellel vittünk fát. Júj, volt egy gyerekek. Volt olyan a legnagyobb télvíz idején szedtük a fát. Ugye hát általában télen érdemes fát szedni, gondolom azt vágjátok. Na, most megkérdezitek miért, akkor gyorsan nem mondom. Mert télen nincsen lombja. Ennyi a kis puritánok. A csepelle mentünk télvíz idején. A csepel úgy elsüllyedt, pedig azért nem kis pályagép az. Teherautó, csepel, teherautó. Úgy elsüllyedt, hogy a... Ki kellett csörlőzni. Ugye volt, van a csörlő az elején. És izé, és... A fához kiköt, csörlőzés. És végig, bazeg, hason csúszod végig a izébe, a hóba. Vagy a hóba, nem hóba, mert ha, sárba is belesüllyedt. A latyakba, gyerekek. Na várjál már, menjél már, Linden. Ne, olyan, mintha beleragadna. Na. Jaj, a hülye. Látod a kapkodás? Látod? Ugye jó lesz számozod, átpiszkáljuk-e. Túlfelül, itt innen-e. Ezt megrakjuk, ezt az oldalát is. A csepelle. Ott azzal a legnagyobb élmény az volt, amikor tényleg be volt süllyedve tökig. De nagyon brutálul. Na ez jó, azért az jó. Egy kicsit hosszabbra vághattam volna azt. MTZ. 52. 52-es talán, vagy lehet, hogy 50-es volt csak. Azzal borultam. Azzal borultam. Azzal volt az, hogy izé, hogy a csávó fickó be volt kicsit szíva. Benültem a kabinba én is, meg ő is, ő vezetett. Ezt felborultunk. Elhiszem egyébként, amikor azt mondják, hogy ugye végigpereg az élete valakinek, amikor így... Mit tudom én, így történik vele valami olyan. Nem az, hogy végigpörök, hanem olyan szinten lelassult a világ, amikor döltünk el. Minden pici, szinte láttam a csavarkulcsokat, ahogy repülnek, meg minden. Nagyon durva volt az, gyerekek. Úgyhogy az hogy így a... Mondjuk vannak ilyen harcművészek, akiknek itt tényleg úgy érzi, olyan, mintha belassulna, és úgy tudnak küzdeni. Én tök elhiszem, mert... Az a baj, gyerekek, én ezt nem akarom fél kocsival elvinni, hallod? Azért egy kicsit lehet megtudni, de miért nem esik le róla? Olyan, mintha bele lenne ragadva, figyeld. Na végre, úgy kell lerázni. Mi? Ennyire gyantas az, hogy fenyő, vagy mi van? 16 óra 2, jó hosszú részt csinálok, gyerekek. Úgyhogy... Ne a kulpa, hogyha ezt nem szeretitek. Ja, igen, MTZ 52-essel talán, vagy 50-essel, most nem tudom megmondani, mert nem emlékszem. Azzal felborultunk, és egy John Deere-rel állították fel. Egy bukókeretes volt egyébként. Hát annyi volt, hogy olyan száján folyt a víz, ugye amikor födüt, oldalára dőtt. Na, jöttök, itt baj lesz, mert megint nem fog az ugye ott elférni, de mindegy. Jaj, ne, leesik! Ez volt a hülyeség, látod? De legalább reális, baszak. Na, azt akartam mondani, órán száján... Jó, itt a fiú. Jó lesz ez. Órán száján düt a víz. Meg le kell vágni a csicsát. Meg másik oldalra majd fel kell dobni azt a izét, egyet. Fölállította a John Deere, azt mentünk tovább be. Nem egyszerű az élet, gyerekek. Jó, az eltűnt. Nehogy leessél, more! Az apám, szemét. Másik... El kell rendeznem őket. Ja, nagy a súly elől, várja meg... De nem tudom megtolni hátra, mert ugye... Rárakjuk azt a nagyot. Na, mit akartunk mondani? Igen. Ja, az az 50-esre felütünk. Vagy 52-es, ugyanazzal, nem 50-es volt, mert legközelebb kitört a kereke.
Kitört a kereke, az első kereke, és ugye nem hajtott kerék volt, emlékszek rá, 50-es volt. Három lábon jött haza, MTZ, tudjátok, hogy az a három lábon. Három lábon simán hazajön az MTZ. Egy dolgot kell csinálni, hogyha első kerék kitörik, persze arról beszélünk. Egy dolgot kell csinálni, ugye megmutatom. Oda, van itt egy rés, látjátok, hogy van ez az első rúd, gyakorlatilag itt keresztbe. Oda be kell rakni egy 2 kilós kalapácsot, mert különben ugye elbillenik, nem tartja semmi. Úgy, de oda beékelődik, akkor ugye nincs az, hogy így lelaffanik, hanem ott szépen akkor áll. És akkor úgy okosan három lábon szépen haza tudod szűrni az MTZ-vel. Kitört a kereke, nem volt semmi probléma, hazajött az. De úgy, hogy hazahozta még a kocsifát, gyerekek. Úgyhogy tudja a dolgát, gyerekek, tudja a dolgát. Na, jó van, akkor még egy fa simán felférne rá. Faferi. De szerintem ez jó lesz. Ezt most jól ledöntöm oda a tarlóra. Húsvárna, hányos húsvárna ez? Milyen XP sorozat, nem ismerem ezeket. Húsvárnát nem nagyon ismerem. Stileket jobban, de mondjuk ezeket az új stileket sem nagyon, ezeket az MS-eket, hanem inkább a régiket, 0-66-os meg az akárhányosokat, azokat igen. Gyerekek, félig van a kocsi, hallod? Ne vicceljél, Keeper. Ne vicceljél. Szerintem egy este 8-ig fogjuk rakni, aztán akkor elvegyük haza. Mert éjszaka nem rakjuk, itt kint nem hagyjuk, elopják. Itt ki nem hagyjuk, mert ellopják, csak kifordítom, ám nem akarom inni sehova. Így. Ó, így gyerekek. Úgy ledobjuk. Aztán vágjuk fel. Jaj, úgy. Vágom egy picit hosszabbra, vágjam. Lekuporcolok hozzá a gyerekek, mert a valóságban szépen rárakod. Jó nagy izé forgál. Meg onnan tudod egyébként, hogy éles a fűrész vagy nem éles. Még akkor is, hogyha látod, nem vágsz vele. Honnan tudod? Testvéreim az urba. Na, honnan tudod? Na most várok egy kicsit, gyerekek, várok egy kicsit, és ezt meg kell írni. Úgyhogy egy olyan 10-15 más, amíg fölrakom azt a kocsira, addig nyugodtan megírhatjátok, addig nem fogom lelőni a poént, írjátok meg, hogy honnan tudod. Ha csak látod, hogy dolgozik vele a paraszt, hogy éles-e a fűrész, vagy nem-e éles. Találós kérdés. Fakitermeléses. Aki tudja... Piros pont. Aki tudja, annak szívezem a kommentjét, gyerekek. De utólag ne legyen, ne csaljátok. Jaj. Ne csaljátok, írjátok meg szépen. Ne, amikor már kipöre mondta. Az kap egy szívet. De nézzé, milyen szépen felraktuk ezt a kocsit. Az a baj, ugye nem tudod kiengedni hátul. Ezt nem is tud nekiütközni ott a jövőjének, adnak az oldalnak. Na, leírtátok már? Vagy még nem? Nem írtátok le? Nem mondom, na. 5. 4. 3. 2. Hát, hogy milyen fűrész portver. Minél nagyobb a forgács, annál élesebb a fűrész. Mivel annál szépen, annál nagyobbat tud fogni. Mert ugye, hogy csak port löki kifelé, mint az őrül, csak a port. Akkor az van, hogy ez gyanús, mert nem tudja vinni rendesen a fát, vagy a határoló nincs rendesen leköszörülve. De ha szép nagy forgácsot visz, akkor a jó, jaj gyerekek, azért egy elvickélek ez az MTZ-be. Akkor a jó, de testvéreim, egyébként szándékosan hoztam ezt ilyen nagyba, mondom, jó lesz ez nekünk, de ez kicsit lett túlzás volt. Hát egy kicsit túlzás volt. Mindjárt elcsipem. Mindjárt elcsipem itt, aztán felrakjuk még egyszerre. Felmegyek ide. Várjál, baze. Te csipem. Igen, minél nagyobb a izé, minél nagyobb a forgás, gyerekek. Az a lényeg. De ugye az is, túl is tudsz lőni a célon, hogyha nagyon határoló el van köszörülve. Akkor meg nagyon kapkod, azt látod, hogy így rázza a parasztot, mint az őrült.
már olyanokat fog, hogy megőrülsz. Szépen egyenletesen vág, és a forgács nagy, az ugye jó. Az ugye jó. Na gyerekek, passzod az eget? Nem látom attól a hülye szalmától, hát még szerencse, hogy... Szerencse, hogy összeküzéltünk. Biztos valaki írta, hogy jaj, már meg húzod az időt ezzel a izével, hamstereléssel. Szerintem most már az, aki így gondolkodott, az is rájött, hogy... Nem voltál-e olyan hülye kipör, mint ami ennek látszó? Nem voltál-e olyan hülye? Nagyon szépen dolgozunk, gyerekek, nagyon szépen dolgozunk. Hát, óvatosan kell majd vinnem. Oda másik oldalt még férne, mi? Egy vastagot oda be kéne dobni. Jó. Ezt nézem, már nagyobb fákat nézek, de hát, ezek ugyanakkorák, mint... Jó, ugye gyerekek, azért egy nem tudom hány fát már felrakok egy kocsira. Nem olyan rossz. Hát, azt figyeljétek, na várjatok, próbáljuk meg egy... Nézzük meg, mondjuk, próbáljuk meg rá, pont elé döntöm az MTZ-nek. Pont elé. Pont elé. Elé fog dőlni egy méterre. Nem, kettő. Hát egy méter volt, jó volt. Perfekt. Perfekt volt a kipör most. Úgyhogy így nagyon pontosan tudsz dönteni, és az összes FS szimulátorba, farming szimulátorba ugyanígy működik. Hogy pont ellentétesen kell izajonet döntened. Valóságban így, nem így működik, de itt így. Na, ezt is elvisszük arra felé, egy kicsit kifordítom. Ne itt a szómába akarjunk idejönni, fürészölni. Úgyne. Egyébként nagyon veszélyes sport tud lenni a fűrészölés, a stilölést. Stilőnyi tudsz, mi? Mint a izébe. Mint a live-ba mutkó, stilőnyi tudsz. Gyerekek, három keréken, vagy két keréken megyek már szinte. Ja, így. Kicsit nehéz, jó van az a felé. Ide leteszi a keeper, szépen. Kicsit meg is akasztom a villával, ne guruljon el. Stilőnyi tudsz. Nagyszerű, nagyszerű. Háromba gyerekek. Kivágom az MTZ gumiát majdnem. Na, és ez pont így jó lenne, ugye? Elvileg. Jaj, ez az. Ezt a fát még mindenképp felrakom meg lehet. Jó, lehet, hogy még egyet. Hogy el tudja rántani? A súly az kölöd volna. Tudom, azt már biztos írtátok, hogy hülye voltál kipör, a súlyt nem hoztad el. Jó, hát fél erre még gyerekek? Az égig felrakjuk. Úgy, de nem szerettem a pótkocsin elrakni a fát. Mert ugye mondom, mi nem rönkbe, ugye méterbe szedtük a fát természetesen. Hát itt ez bajos lesz, a másik oldalról kéne meglöknem. Viszünk a másik oldalról egyet, azt a vastagot, oda betesszük a lukba. Aztán akkor izé. Az a baj, nem lehet lekötni, akkor cseszem meg. És akkor izé. Ja, belököm azt meg ide. Úgy, fogd meg, jó van. Fogd meg, fogd meg. Az lett volna jó, ki tudom szépen engedni, meg minden ilyesmi. Gyerekek, kezd izé lenni, így szoka lenni. Úgyhogy okosan... Jaj! Finoman a mozdulatokkal, kipör. Jaj! Okosan. Hát ezt meg vissza kellett volna lökni vele, de nem tudok elérni addig. Mindegy, ide a ligba várjál. Ne, ide nem fogom tudni lökni, előbbre kell. Hülye voltál, kipör, megint hülye voltál. Ja, nem az a baj, hanem ugye megint a hátulról meg kell löknem azt. Azt, amit az előbb raktam fel. Ezt meg beledobjuk ide a lyukba. Ide. Úgy. Kicsit följebb, nem tudom följebb emelni egyébként, már az a baj a gemet. Gemet, nem tudom följebb emelni. Úgy, hát oda akartuk, oda illeszkedett, gyerekek. Ezt meg hátulról meg kell lökni egy kicsit.
Hátra nem lehet kilógatni sajnos. Egyébként az 82-ese kéne elvinnem, vagy a 80-as, az olyan élném, az így... Az olyan izé, autentikus lenne. Ez hasonló, mint az 50-es, amiben szoktuk szállítani. Ugye már kiskabinos, de egyébként az bukókeretes volt. Na mennyi oda helyedre. Hogy né barátom, hát ne viccelj. Lapula gumi. Jó, nyers, nyers fa. Jó van, hát azt a picit még földobom. Szerintem azt elvisszük. Jó gyerekek, mert már kezd este lenni. Meg még el is kéne adni, lemegyünk a vasúthoz. Földes úton megyünk, úgyhogy óvatosba kell menni. De szerintem az 80-asra viszem. Azért fogyott az üzemanyag, gyerekek. Hát remélem az üzemanyagot legalább visszahozza. Leadjuk a vasúton. Ez az. Hát ez jó hosszú megint. Én le kell csipném a végéből. Gyerekek, megböki a izét. Valagát. Tehén valagát. Igen, hosszúra kiengedtem, mi? Hülye voltam egy kicsit. Ott látom. Látom ám. Hát nem erre gondolok, mert ezt le kell csipnem. Hanem a... amúgy. Fönedősd a köcsöt, kipör, ilyen szépen felraktad. Na, az... Nem tudom följebb emelni, ez a bajám, gyerekek. Ó, testvérem! Ezt le kéne csipkedni itt. Hú, mi ez a izé? Darda. Ne tudom minden. Nem, mindegy etűnik. Jaj, de jó. Nem is baj, hogy etűnik, most én nem akarok még felrakni ilyeneket. Nehogy leessen egy ilyen pici darab. Csak kajlódik az izébe akkor. Jó van, gyerekek, ennek ezt kéne levágnom, basszus. Na ja. Inkább bevágom itt, aztán fedobom majd. Na, mert ez leesik. Ja, ezt fedobom. Fedobom, gyerekek, azt megyünk. Gyere, gurulj! Fedobom valahol, de hát nem nagyon fogom tudni fedobni, barátaim, mert izé lesz. Ugye, ne, le fog esni. Ha csak nem valami likat találok neki. Na, és megint a izé, megint a szalmába bele kellett keveredned, bazzaj. Na most azt a fogalmam sincs, hogy hol vagy. Aha. Jaj, nem hiszem el, hallod? Azért a fizika az odaver. Így nem kéne azért gonulnia, most akkor talál... Kapd el! Szerencsém volt. Nem volt szerencsém, ügyes voltam. Nem szerénykedek. Na valami lyukat keressünk neki, gyerekek, ahol megáll a tetején. Hát a tetejére egy ilyet felrakni, ez egy kész őrület. Ez le fog esni, abban biztos vagyok, de... Ezért megpróbáljuk. Meg ugye nem tudom... Es le! Na. Na! Es már le! Hát ez óvatosan kell. Azonnal, ha nem esik le, akkor semmi. Jó van, gyerekek, menjünk. Bazza meg a rakba, gyerekek, rendesen. Hallod, ez nagyon durva. Jaj, de szép az MTZ-nek. Jó van, oké. Most jön a faszállítás. Most jön a faszállítás. Szerintem kimegyek izére rendes aszfaltos útra, mert itt csak bajok lesznek. Hát nem éri az MTZ segít? Hát ez ki van találva azért. Ezt kitaláltam, gyerekek. Azt a betyár, gyerekek, ezt figyeld. Ojjaj! Hát ez most bocsánat, de külső nézetben egy darabig. Hallod? Tízre tudja húzni az MTZ, megraktuk rendesen. Ne viccelj! Tízzel húzza az MTZ, gyerekek. Esküszöm. Ez komolyan. Nyilv, 16. Jaj, óvatosan, óvatosan. És az a böckő nem esik le a tetejéről, az jó lesz. Nem akarnám keresgélni. Nem megyünk szerintem rendes útnak, gyerekek, ne az legyen, hogy előbb megyünk a telepre. Itt várja. Nézzük, hogy nem esik le. Óvatosan, óvatosan, testvérem. Rakottan vagyok. Az. Gyerekek, ezt meg van rakva rendesen, csak ugye nem fogjuk tudni lebillenteni. Ami nagy hülyeség, mert szerintem nincs billentés. Ja, de nem, az úgy működik, hogyha behúzom oda, akkor el is adódik, ugye? Mindegy. Csak most nagyon jön a vonat, hallod?
Jó, mennyi? Hallod? Nem akkor, nem megy föl! Hát azért ezt megraktuk, gyerekek, mennyi fát fölpakoltam rá? Megyünk erre. Megvan még a kis kuglink? Ó, megvan, ott van a tetején. Van rajta anyag. Ez hány? Ez kb. 6-7 köbméter megvan. Hát, 6. Hát jó, megvan rajta, nem? Nem. 6 minimum. 6 köbméter. Én 6 köbméternek satszolom. Mondjátok meg, mennyi lehet kb. Erdei köbméterről beszélünk persze. Jaj, igazodik. Jaj. Elmegyünk a rendes útnak, gyerekek. Éppen okosba. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt kapunk ennyi fájra. Az a kugli, azt a kuglit azért sikerült oda fötennem, de figyeld meg, leesik. Túl szép lenne, hogy igaz legyen. Vagy hogy szokták ezt mondani, testvéreim? Oh, hogy rohadjál meg, ott maradsz. Nem fogom tudni földobni most sajnos. Na, mondjál neki, menjünk. Jó, hát ez ilyen. Bocs, leesett. Havi 60-nak írja ez meg. Nem MBP-nek, hanem Havi 60-nak itt már. Jó, megraktuk. Szemben is elrakhattuk volna. Ugye ott vagyunk. Gyerekek, hallod, itt is nyélen megyek. 12. Ennyi van, a testvér. Hallod, ez nagyon izé, nagyon-nagyon sikerült eltalálnunk ezt a megrakást. Gyűr az eső, nem? Olyan izé, esőre álló idő van. Esőre álló idő van, gyerekek. Bazzer, megmondom őszintén, ezt marhára élveztem ezt a részt. Ezt nagyon élveztem, ez szerintem nekem nagyon bejött. Óvatosan, mert tolja ám az elejét a gépnek. Óva. Mennyit kapunk érte, gyerekek, satszoljátok meg bár. Jó lesz ez, tele leszünk Maribal. Hozzuk a fát. Elférünk a izé alatt. Föraktam az égig fel, hát. Jó, mert azért annyi nincsen rajt, hogy lekaparja a tetejét. Jó, mert egy punk leesett. Lapula gumi. Elposszannak a jövőreg a diagonál gumik. Nem megyünk hátra, valahol ott lehet eladni, nem? Ott. Jaj! Pazd meg, nem szabad gyorsan. Majdnem felöntöttem ezt a pótkocsit. Megijedtetek mi, hogy kiabálok, bocs, de dőlt a íze, dőlt a pótkocsi. Nagyon meg van rakva. Na gyerekek, mennyi az annyi? Mennyi az annyi? 18 ezerünk van, 19 ezerünk. Tudod a fát eladni, na hol? Szóval le kell raknom, bazdmeg, vagy mi? Ez jó oké, hogy itt tudom a fát eladni, de hol? Hallod, hol? Le kell szórnom hozzá? Most az a baj, hogy én ide ledobom. Ezt itt mégse adja el, akkor megbolondulunk. Na, hát figyelj, ezt le kell raknom. Az ugye izében van. Kipakolás. És jobb oldalra kéne. Ó. Aha. Jó. Gyerekek, nagyon durván kaptunk, hallod? Mennyi volt? 18 ezerünk volt. 124 ezerünk van, gyerekek. Nagyon királyok voltunk, more. 124 ezer. Hát érdemes volt, nem? Még ilyen érdekes is volt. Ez nagyon éltem. Hát ezt fogjuk csinálni következő részben is. Nappal. Üzé lesz, faki termelés. Így szaka meg. Ó, hát ez azért otta. Na, köszönöm szépen a figyelmet, elbúcsúzok. Remélem, hogy vagytok még itt velem egyáltalán. Jó hosszú lett a videó. Remélem, hogy tetszett.
Írjatok kommentet, ha igen, meg dobjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, sziasztok!